nézzétek, jó indul a reggel. Hármas villamos az Örös meg az Ecseri között pótolva van. Hát az nem tudom, hogy tervezett pótlás vagy valami rendkívüli esemény, nem néztem most utána. Csak most szembesültem vele, hogy elindultam. Aha, tehát ezen a hétvégén pótolják, akkor ez tervezett pótlás, és gondolom, hogy karbantartás miatt. Mondjuk érdekes, hogy egyébként a villamosok meg itt át tudnak haladni ezen a szakaszon. Tehát nem fognak vissza az Örösnél, mert itt is láttam az előbb elmenni egyet. Na hát, kiálltok. Hát ilyenkor még nem nagyon járnak. 14 vagy 15 percenként, hát akkor várunk egy kicsit. Aha, ott megy egy 45-ös. Tehát előbb-utóbb elő fog kerülni majd egy 3-as villamos pótló. Látjátok, ott van. Az a busz fog majd valószínűleg jönni. Kőbánya alsó, és a mai úti cél Bicske, és onnan gyalog Herceghalom, az egyes vonalnak a régi szakaszán. Megpróbálom amennyire lehet bejárni a régi nyomvonalat, tehát kb. 10 km lesz, egy olyan 4 óra alatt kell abszolválni, mert délutánra meg vissza akarok érni Ecserre, hogy az Ikarosz találkozóról, amikor a Ferihegy aeroportból indulnak a buszok vissza konvojban, azt el tudjam csípni Ecsernél a körforgalomnál, ez a cél. 16 óra környékén indulnak a repülőről. Ecserre meg körülbelül a 4 óra, fél óra alatt érnek oda. 16.30-ra kávé, vagy hát jó lenne már 16-ra kinyerni a körforgalomra. Akkor közben nyomatjuk a villamospótlóval. Tehát 3-as villamospótló. Tervezett karbantartás lehet, viszont én láttam itt az előbb átmenni egy 3-as villamost. És akkor megérkeztünk Bicske alsóra, és akkor a másik irányba kell menni. A régi nyomvonal az valahol ott a peron vége fele kezdődik. Hát a régi nyomvonal az itt lenne, csak itt ez járhatatlan dzsumbó, úgyhogy vissza kell menni, és ott a mellette párhuzamos úton kell menni egy darabig. Aztán meglátjuk, hogy mikor tudok visszamenni a nyomvonalra. Ezt nézzétek, itt van egy földút, ezen lehet jönni. A nyomvonal az valahol ott lehetett arrafele. Ez biztos, hogy egy régi őrház, csak nem tudok oda bemenni. Talán egy picivel arrébb már sikerül. A kézzel mutatom. Ez biztos, hogy egy olyan helyre jellegzetes vakolatdíszek, meg a szellőző a padlásnál. Hát el van kerítve, zótkerítéssel, úgyhogy bemenni nem lehet. De, ahogy elnézem, lakatlan. És itt a másik nyoma a régi nyomvonalnak. Tudjátok, ez a régi vasúti híd. És talán ott még fel lehet menni a régi nyomvonalra, meg fogom nézni. És ezt nézzétek, hát semmi, ez tuti, hogy egy itt maradt tölhely. Na hát innen talán egy kicsivel jobban látszik. És ráadásul az nem is csak egy szimpla ház lehetett, hanem bővített lakóházként is funkcionált, valószínűleg. És vannak itt még hordók, tehát még az is lehet, hogy ez ugyan nem laknak benne, de lehet, hogy ilyen sufniként, vagy ilyesmiként ezt még használja valaki. Közben egyébként közel vagyunk a fővonalhoz is, tehát hallatszik, hogy megint vonat jön. Hát igen, ez az egyes vonal, itt azért van forgalom, és akkor ezt még közelebbről megnézem. Na, ezt nézzétek. Itt vagyunk a régi hídnál. Hát nem egyszerű, és túloldalra átjutás meg még inkább nem lesz az. Jaj, de itt talán föl lehet menni, ez az. Viszont nagyot kell majd kerülni, mert itt nincsen híd a patakon.
mert a közút fele kell megint kerülni, hogy át tudjak keveredni a túloldalra. De ez az. És akkor ide föl, és itt ment a... Ez volt a régi nyomvonal. Ott meg az új. Szóval itt vagyunk fönt. Régi nyomvonal. Hát látszik, hogy nagyon benőtte a gaz. És akkor itt vagyunk erre. Tovább, itt folytatódott. És itt van ez a kis patak, vagy csatorna, vagy nem tudom mi ez, de nincs el rajta híd. Tehát vissza kell menni egészen a közútig, mert ott tudok rajta átmenni. Erre fel sincsen. Hát vagy pedig B-verzió az lenne, hogy a vasútig el, és akkor ott átmenni. És akkor hát az meg veszélyes itt a sineken sétálni, mert ez mégiscsak egy fővonal, ahol azért 160-nal rohangálnak a vonatok. Ja, bár talán még nem mecs a Tatabánya Győr között, de a 120 is elég nagy. Úgyhogy inkább a közút marad. Ott csak 90-nel. És hát látjátok, itt van a túloldal is. Hát jövök a másik oldalra, még az sem biztos, hogy ott fel tudok menni. De valahol aztán van egy becsatlakozó út arrafele, ahol vissza lehet jönni a nyomvonalra. De egyenlőre ez marad. Hát itt meg nem lehet átmenni, nincs híd. Meg túl széles ahhoz, hogy átugorjam. Megnézem még erre, hogy hát ha innen jobban rá lehet látni arra az őrhelyre. Van valószínű. És akkor ezt nézzétek, mi van itt. Itt van egy lyuk. Hát nem eléggé benőtte a gaz, de egyébként ott van. Hát. Viszont ott, ahol feljöttem, ott le is tudok menni. Hát errefele pedig már nem lehet elmenni, mert akkora itt a dzsumbúj. Na, némi szünet után, megkerülve az egészet, ez a másik része a viaduknak. Vagyis hát ez nem viadukt volt, csak egy kisebb híd, de ez a része is jelent a másik, és hát itt vagyunk most a töltésen. Hát igyekszem majd rajta maradni, már amennyire lehetséges, de hát látjátok, hogy néz ez ki. Ez az itt. Itt jöttem föl egyébként, tehát itt még lehet rajta haladni, de nagy itt a bozót. Viszont itt még azt is el tudom képzelni, hogy találok vasúti relikviákat, mert hogy ezt szerintem csak simán fölhagyták úgy, hogy fölszedték a sineket, meg így csak a felépítményt, sineket és az aljakat vihették el. Még az ágyazatból köveket is találok, itt nézzétek meg, itt is van. Egy-kettő. Szerintem ilyen dolgok, mint szelvénykő, vagy esetleg egy-két oszlopcsonk, az elképzelhető, hogy maradt. Mert ugye a felsővetét alatt oszlopokat is szerintem csak, hogyha vasból volt, akkor elflexelték a tövénél. Mert úgy egyszerűbb. Hát itt csak egyenesen tovább. És egyébként igen, itt van az egykori töltés. Látok? Van baj. Meg bozót, rengeteg. Na nézzük, menjünk csak előre. Okay. Egyébként a 80-as években hagyták fel ezt a vonalat. Ugye folyamatosan épült az új nyomvonal, ami egyenesebb lett. És egyébként, hogy Tatabánya környékén 1989-ben helyezték üzembe az újat. Viszont Felső-Galláig egy darabig még jártak személyi vonatok. Ugye azt kiharcolták, hogy akkor még nem volt buszjárat. Arrafele, és hogy az ott lakóknak legyen valami közlekedési eszközük, aztán utána az is megszűnt. De ott maradt meg legtovább, és valamikor... De már egyébként a 70-es években megvolt az új nyomvonal terve, sőt aztán már épült is erről, már Moldova is írt. És ugye az akit a mozdony füstje megcsapott könyv, az 1975-ben lett kihadva. Tehát már az ottani pályamesterek ma akkor arról beszéltek, hogy majd ha az új nyomvonal elkészül, mert a régire addig már nem fognak költeni, és már egy rosszabb állapotban van. Csak addig maradjon valahogy üzembe. Hát igen. Haladunk nagy nehezen, de azért lesznek itt még bajok. Még az is lehet, hogy majd vissza kell fordulni.
megtaláltam az első tárgyi emléket. Ez egy oszlopcsonk. És egyébként innen jöttem, hát látjátok, nem egyszerű, viszont ahol egy van, ott valószínűleg van még egy a túloldalt. Mert valahol itt lehetett a másik vágány, tehát lehet, hogy itt még talál... Aha, ott van. Ott van még egy. Aha, ott van. Következő oszlopcsonk. Tehát igen, itt ment a két vágány. Na. Nézzétek, itt van még egy oszlopcsonk. És valószínűleg van neki egy párja is, csak azt már tényleg eltakarja a gaz. Hát, valahogy ezen át kell menni, és nem tűnik olyan reménytelennek. De hozni kellett volna egy ágvágót, sokat segítene most rajtam. Még akkor is, ha egész nap cipelni kell, mert a táskában nem fér be. Legközelebb, hogyha az Obi vagy a Praktikál környékén járok, veszek egy ágvágót, egy ilyen igazi nagyot, és a következő ilyen bozót harcos vonalbejárásra elhozom magammal. Ó, ez ahhoz képest meg már szaláda, ahol eddig jártam. De hogy itt ember emlékezet óta nem járt senki, az is biztos. De ez a szép benne, hogy fenezzük. Na, akkor gyerünk előre. Látjátok, ameddig tart a jó világ. Egészen pontosan eddig, már ez még ez nem szúrós, úgyhogy ezt elvileg át lehet lépni. Meg le is lehet törni. Nagyon jó, akkor csak valahogy megkerüljük. Így mi? Na, itt viszont van egy ösvény. Vagy nincs? Nincs. Menjünk tovább. Ez az. Jó. Egyébként itt lehet, hogyha még jobban belemennék, akkor itt még találnék oszlopcsonkokat. De most szelvénykövet eddig nem találtam, pedig szerintem az is lesz. Biztos, hogy itt hagytak egyet-kettőt, mert azt ugye miért vinnék el. Azt még ott a Török Bálint és Biatol báty között is találtam. De ott valószínűleg el fog tűnni, mert ugye most is láttam, hogy már tovább építették a bicikli utat, már le is van aszfaltozva az a rész, ahol mikor ott jártam, még nem volt. És valószínűleg akkor az oszlopcsonkok meg szelvénykövek is lesznek útban, és akkor azokat akkor fel fogják szedni, de ott nagy részt a régi nyomvonalra épül. Így ez a Budapest-Balaton kerékpárút, ott van még egy oszlopcsonk. Ott pedig a párja. De egy ilyen oszlop köz, az körülbelül egy olyan 60-70 méter szokott lenni. Úgyhogy gyakorlatilag annyit haladtam is. És itt a következő hídmaradvány. A régi nyomvonalon. Hát sajnos fölmenni erről az oldalról nem tudtam. Itt ugyanilyen volt íves, mint az előző. Nagyon sok a szúrós akác. Itt még megpróbálok fölmenni. Talán nem reménytelen. Na, ezt nézzétek. Sikerült nagy nehezen feljussak ide a hídra, de azt is megmutatom, mindjárt mekkora dzsumbúj van itt. Bár ezen az oldalon még talán kicsit jobb a helyzet. Csak itt már sok a szúrós akác, mint itt is előttem. De talán errefele még lehet menni, megpróbáljuk. Ezt nézzétek. Ez egy teljes oszlopcsonk, így betonlappal mindennel együtt. Kifordult a földből, vagy kifordították. Hát a dzsumbúj mit sem csökkent. Talán száraz galjak, ezeket legalább könnyű eltörni. Aha, és akkor itt tovább. Hát itt elmegyek mellette, akkor már jobb lesz egy kicsit a helyzet. Okay. És itt csak ágyazatkövek vannak. Meg egy-két oszlopcsonk. Szelvénykövet nem találtam. Még, de szerintem lesz az is. Vagy csak nem vettem észre a gazba, és már volt.
Aha, tehát ott arra fele kéne tovább menni. És előbb-utóbb visszakanyarodik a mostani nyomvonalhoz. És itt most megint közel vagyunk a közúthoz, tehát hogyha nagyon járhatatlan lesz a helyzet, akkor a közúton lehet kerülni. De itt viszont nagyon jól lehet haladni. Már legalább 100 métert jöttem így. Hát aztán úgy látszik, eddig tartott a jó világ. Aha. Itt van egy kitaposott ösvény, járt már itt erre valaki. És ilyen közel a közúthoz se voltam még. És eljutottam arra a helyre, ahol a végén meg az új nyomvonal itt már párhuzamosan van. Tehát egyébként ott vannak a sinek, párt mögött, csak itt tudok kerülni. Mert azért nem mászkálunk a nyílt vonalon egy 120-as sebességű pályán, hanem muszáj. Szóval itt szépen itt a kukoricás szélén, ami párhuzamosan megy a vasúttal. Elmegyek addig, ameddig ez az állapot fennáll, hogy két nyomvonal egyezik. Aztán meg vissza a régire. És az újabb erekje a régi nyomvonalból. Ott az új, itt a régi. Hát itt ennyi volt a kettő között. Van egy hírmaradvány, átmegyek a túloldalra most, amikor nem jön semmi. És megpróbál... Ja, hát itt még ösvény is van, fel is tudok menni. Úgyhogy fentől is megnézzük. Na, azt nézzétek. És akkor itt vagyunk fent. És erre fele ment a régi nyomvonal, de innen már gyakorlatilag a régi és az új az egybe van. Nagyjából itt ráfordult itt az új nyomvonalra, vagyis hát a jelenlegire, és így ment tovább Herceghalomig. És innen már nem igazán lehet követni. És nem is lesz most már Herceghalomig nagyobb eltérés, itt végig egyenesen fog menni. És akkor ezt nézzétek, itt távolodott el egy picit jobban megint a régi és az új nyomvonal, és itt van egy régi híd. Egy már kiszáradt patak fölött, és ugyanaz a bolt éves megoldás. Hát mondjuk a töltésre fölmenni az nem biztos, hogy sikerülni fog, de megpróbálom. Ja, egyébként arról jöttem, ott a sinek melletti úton, és itt a patak medelbe, ilyet vannak a szélén. Tudtam eddig eljönni, de azt, és itt van a szintén a híd, és ez ugyanaz a fajta, hát ez még nem vasbetonból épült, és ugyanolyan boltíves, mint a többi. És ezt nézzétek, feljöttem a töltésre, hát nem volt egyszerű, de onnan sikerült, és akkor megyünk erre. Hát, ameddig lehet követem, csak előbb-utóbb az lesz, hogy visszajutok a régi nyomvonalra, és az megy tovább Herceghalomig, mert itt, tényleg itt ez a kis kunkor az, ahol a régi meg az új eltávolodik. Mert egyébként itt van az új is. Nem is olyan messze, egy 50 méternél nincs messzebb, és mindjárt azért arrafele is tart a töltés a kunkorral, tehát visszajutunk, és onnan viszont vissza kell majd sétálni ugyanígy a közútra. Bizonyíték, hogy valóban a töltésen megyek, egy oszlopcsunk, és ott a párja. Továbbra is előre. Itt azért sokkal könnyebb a terep, mint ami eddig harcoltam végig. A régi nyomvonal ott van, de most feljöttem ide a közútra. És az új nyomvonal a közútnak ja, ott van, az látszik, ez pedig a régi. Egyébként akkor teljesen párhuzamosan megy. Viszont látjátok, hogy ez még ezen is mennek autók. De valószínűleg ez lesz a bicikliút, azért hagyták meg. Ugye a Budapest-Balaton bicikli út az erre jön, Biske fele tovább. Úgyhogy valószínűleg azért maradt így meg, tehát egy elég széles bicikli útnak tökéletes. És ott látjátok, ott megy már a vasútvonal, és ez már a mostani nyomvonal, és itt már a régi és az új együtt van. Bár a térkép azt mutatja, hogy az egyik vágány az egy nagyobb kunkort írt le, de nem tudom ez mennyire valós, mert kétvágányú pályánál az nagyon ritka, hogy nem egymás mellett fut a kétvágány. De az biztos, hogy innen már jobban nem lehet bejárni.
Hát itt sétálok mellette, és itt van a régi és az új nyomvonal itt már egy helyen, és körülbelül egy kilométer, vagy már annyi sincsen, egy olyan 600 méter körülbelül Herceghalom vasútállomás. És ott viszont vége a mai túrának. És megérkeztünk akkor Herceghalomra. Hát egy körülbelül fél óra is itt a vonat. Hát nincs más hátra, mint megvárni. És itt van Herceghalom vasúton, majd szerintem mutattam ezt már nektek. Ott van a váróterem, szerintem ott az oldalban egy WC, azok pedig szerintem szolgálati lakások. Vagy legalábbis régen azok voltak, aztán most már lehet, hogy nem csak vasutasok laknak benne, és itt van a forgalmi iroda. Ennyi. És a negyedik vágányra fog érkezni a Fröld. Oda. Amivel visszamegyek. Úgyhogy ez ennyi lett volna, köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, sziasztok!